Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a csatornámon. Jaj, tegnap föltettük azt a körömös pacal pörköltet. Hát bejelentkeztem, most csak egy kis életjelet küldeni magamról. Fú, de gazos az a ház, azt nézzétek. Itt vagyok a Kop közérbenél, már megjártuk, mert le kellett mennünk a medikál központba. Csabikámat ugye ma oltották volna influenza és Covid ellen. Hát át kellett etetni másik időpontra, mert így nem... Ja, mert ő is beletaknyolt. Képzeljétek, ahogy elkészült a pörkölt. Már akkor már érezte, úgyhogy ő is belázasodott, de este a gyerekek úgy fetrengtünk a saját váladékunkba. Rázott a hideg, minden bajunk volt. Én olyan, már azt hittem, hogy ügyeletet kell hívni, alig kaptunk levegőt. Aztán ugye két-két algopirint benyomtunk duplán. Jó, kiizzadtuk. Még arra se volt erőnk, hogy teát készítsünk magunknak. Nem tudom, milyen vírus ez. Egyik perszől a másikra kaptuk el, villámgyorsan beletaknyoltunk, viszont ma reggel már, mondjam azt, 50%-kal jobb. És oké, nem akarunk senkit fertőzni, ú, de fúj a szél. De kell egy kis levegő, meg hát a közért is kellett megszólni, ugye, az orvosoknak, hogy nem megoldani. Aztán a végén meg ő is úgy erő, mint én a nőgyógyászra, hogy kétszer lemondtam, azóta nem adnak időpontot, képzeljétek el, pedig kéne mennem. Tök mindegy, ha rákos vagy, kétszer lemondtad, akkor dögölj meg. Az mindegy, hogy indokkal mondtad le, az is mindegy, hogy időbe szóltál. Mi az, hogy lemondtad? Na jó. Jaj, nem akarok károgni. Próbálok egy kicsit. Megpróbálom, mert nem akarok bemenni a Kop közébe, mert ugye ott mindig szól a zene. Megpróbálok így kicsit belesni. Ja, mert a Csabi, függetlenül pedig mondtam neki, hogy ne menjen már le ilyen betegen orvoshoz. De annyira hosszú már a haja, és nem bírja elviselni. Sziasztok! Na, megyek egy kicsit közelebb, hát ne engem nézzetek. Nem tudom, hogy kinyílt az ajtó, bekapkantunk, jó? Csak így. Hatalmas egyébként. Különben, tehát így nem látjátok, de nagyon nagy, és hát, ja, itt van a behelődés dolgok. Szóval óriási, szép virágok, kávéautomata, szóval itt minden nap. Csak így megmutogattam, szóval azért nem kicsi különben, csak marha drága. És hát azért kevés felhozatal van. Hát, ne. És mindig az nincs, ami kéne. Na jó, hú, gyerekek, nagyon nehéz beszélni. Valójában azért jöttem el vele, hogy egy kis friss levegő nekem sem állt meg, bevallom, féltettem őt, hogy így vezet betegen. És nem, mint hogyha sok segítség lennék én is ott betegen, de szóval le akartam vele menni, hogy amíg őt nyírják, addig el akartalak vinni titeket a whisky shopot kívülről megmutatni, de olyan sokan vannak a városban, hogy inkább nem. Meg szerintem föl se bírtam volna jönni az emelkedőn, mert itt elég kaptatós, már Csabinak is biztos meggyűlik a baja vele, mert hát tiszta hurutok vagyunk még mindig. De már azért mondom, fele annyira. Olyan váladék volt, én köpködtem a zsebkendőbe, de már nem kaptam, már nyerni nem bírtam, levegőt nem kaptam. Fájt, olyan volt, mint a szétrobbanna a tüdő. Hú, én nagyon, én nem is tudom, mikor voltam ilyen rosszul, vagy az, hogy már öreg vagyok, és rosszabbul viselem, nem tudom, mert voltak azért fiatalkoromban is durvább influenzás betegségek, de hát én ilyenre már nagyon régen nem. De aztán egy nap alatt meg helyre jössz, bekapsz két algopirint, nem tudom mi ez. Lehet, ez is valami Covid-szerű, ez a Covid unokája, amit írtak, ugye, hogy most az fertőz, nem tudom. Na jó van, gyerekek, lezárom, mert hülyének néznek itt, hogy folgolódok itt csak. Nagyon nehéz is tartani, úgyhogy akkor elköszönnék, és jaj, láttam, Macsi, hogy írtál nekem, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot. Hú, ez meg a rallin érzi magát. Most nem akartam válaszolgatni, mert ezt még föltöltöm, hogy jelezek, aztán majd a jobban leszek, csak most még azért kúráljuk magunkat, már egy kicsit jobb, de még nem az igazi. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, és mindenkinek jó egészséget kívánok. Sziasztok!